A Keszthelyi Egri József Általános Iskolában az elsős tanítónéni örömmel nyitja ki az osztályterem ajtaját. Hosszú idő telt el azóta, hogy gyermekek zsivaja töltötte meg a termet. A szépen feldíszített falak, táblák és tankönyvek sokasága várja a tanulókat. A könyveket osztályonként csoportosítva tárolják. Az első tanítási napon az osztályfőnököktől kapják meg a gyerekek. A tankönyvek már augusztus közepén megérkeztek, körülbelül egy olyan 320 tanulónk fogja megkapni. Nem is tudok pontos számot mondani most még, mert hogy folyamatosan vannak beiratkozó tanulóink még a tegnapi nap során is, de valahol 320 és 25 között van jelenleg a tanulói létszámunk. Nagyon érdekes lesz ez a tanév, érdekes lesz már maga a tanévnyitó ünnepélyünk is, hiszen nagy összevont iskolai ünnepét nem tudunk tartani, de valamilyen módon szeretnénk ünnepélyesen elkezdeni a tanévet, ezért a gyerekeink, tanulóink osztálytermekbe fogják a tanévnyitó műsort az Iskola Rádión keresztül végighallgatni. Gergely Réka az utolsó általános iskolai tanévét kezdi meg a Ranolder János Római Katolikus Általános Iskolában, ahol ma vette át a tankönyveit. Míg az alsósok könyveiért a szülők érkeztek a tankönyvosztásra kijelölt osztályba, addig a felsősök maguk vették át a könyveket. Örültek, hogy újra az iskola falai között lehettek. Most megyek 8. osztályba, és tovább tanulni szeretnék, igen. És én úgy érzem, hogy nagyon jól megadották az online oktatást, én nem érzek tanítani hiányosságot. Szerintem nagyon jól működött minden. Várod már az iskola kezdést? Igen, a barátok miatt, mert őket azért már régen láttuk, de az online oktatással sem volt semmi gond. Minden oktatási intézménybe egyeztetést követően időben kiszállították a tanításhoz szükséges tankönyveket. Augusztus 12-én, pontban 8 órakor megérkezett az autó, leszállították, hála Isten, hiánytalanul megérkeztek a tankönyvek. Iskolán 203 tanulója ma veheti át a hiánytalanul a tankönyvcsomagját, és az a szerencsés helyzet van, hogy most idéntől, vagyis hát az egész 8 évfolyamnak nem kell fizetnie, hanem ingyenesen használhatják a tankönyveket. A kormány által lépcsőzetesen bevezetett térítésmentes tankönyv a 2020-21-es tanévben az általános és középiskolába járókat, valamint a szakképzésben résztvevőket érinti. A tanév első napjára 1,2 millió tanuló kapja meg a teljesen ingyenes tankönyveket.